A főigazgatói köszöntőt követően a hallgatói önkormányzat ismertette az Eszterházy Károly Egyetemre vonatkozó általános felvételi tudnivalókat. Bemutatták a kampuszon elérhető szakokat és egyéb a jelentkezők szempontjából fontos lehetőségeket is. A Gyöngyösi, Jászberényi és Sárospataki kampuszon is minden hallgatónak jut kollégiumi férőhely. Összességében az egész egyetemről lesz szó, valamint kiemelten Sárospatakról is, ugye a Comenius kampuszról. Ugye minden szakról lesz egy-egy rövid kis tájékoztató beszélgetésünk. Iskolánk fő profilja ugye a tanítóképzéssel foglalkozik, de emellett számos más szak is jelen van, mint például a csecsemős kisgyermeknevelő, az óvodapedagógia, a turizmus vendéglátás, az informatikus programtervező, valamint a szőlészborász is, és új szakként már tavaly is megjelent a gyógypedagógus képzés is. A legkeresettebb szakok közé továbbra is a 8 fél éves alaptanítóképzés és a 6 fél éves programtervező informatikus alapképzés tartozik. A gyógypedagógiai alapszakra kizárólag levelező tagozaton várják a hallgatókat, de a 2020-as felvételi eljárás is megváltozik a tavalyihoz képest. Kötelező egy emelt szintű érettségit teljesíteni a hallgatóknak. A mi szakjainkon nincs előírva ennek az érettségének a konkrét miben léte. Ez azt jelenti, hogy bármilyen területen megszerzik az emelt szintű érettségit 45%-os teljesítménnyel, akkor már az ezért járó pontszámot megkapják, és érvényes a felvételiük. Minden szakon azonban, vagy majdnem minden szakunkon szerepel kötelezően előírt érettségi. A pedagógus képzési szakon jellemzően ez a magyar. A változásokról a december második felében megjelenő felvételi tájékoztatóból szerezhetnek bővebb információkat a leendő egyetemisták, valamint a tanulmányi hivatal ügyintézői is napra készen várják az érdeklődőket.